Szevasztok, üdvözlet mindenkinek a béke, vagy hogy is hívják ezt, NER ellenes meneten. Hogyha végignéztek, ez itt a Deák tér. Az ott az Andrássy út. És külön felhívnám ezt a csodálatos fenoménra Csizmadia László, Bayer Zsolt és a többi csodálatos férfiú figyelmét, hogy az látszik, hogy nem kell 600 busz, nem kell a magyar villamos művek pénze, nem kell az államtól ellopott tiborc vagyon ahhoz, hogy az emberek megmozduljanak. Vannak emberek, akik önszántukból úgy tudnak dönteni több tízezren, hogy elegük van ebből az elnyomó és kizsigerelő rendszerből, és ennek hangot adnak. És valamiért érdekes módon nem kell őket az állásuk elvesztésével fenyegetni ahhoz, hogy megmozduljanak. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, úgyhogy erre külön szeretném mondom fölhívni az elmített uraknak a figyelmét, úgyhogy Csizmadia László, vagy Bayer Zsolt, ha nézitek ezt az adást, gyertek már ide, nézzeljétek meg, mert ilyet ritkán láthattok. Emberek nem a gyűlölet miatt, nem a megosztás miatt, nem a politikai ellenfelé kizsigerelése miatt jöttek ki, hanem azért, mert elegük van abban a szaros rendszer, amit összehoztatok. Amit 30 év kemény munkájával így összeasztatok ide nekünk ebbe az országba. Ebből van elegük. Úgyhogy minden olyan híresztelés, amit az elmúlt napokban elhintettetek, és próbáltátok ezen keresztül az emberek kedvét elvenni attól, hogy kinyilvánítsák a véleményüket, nem jött be. Ez egy gyönyörű szombat délután, süt a nap, iszonyatosan jó a hangulat, iszonyatosan kedves mindenki, spontán ismeretségek szövődnek, és egész egyszerűen ez a menet itt most megteremt egy olyan nemzeti együttműködést, amit a Fidesz soha nem volt képes, és soha nem is lesz képes. Most nem tudom megmutatni, de itt momentumos lufik, Európai Uniós zászlók, Árpád-sávos zászlók, jobbikos zászlók, és lehetne még tovább sorolni a különböző jelképeket, ezek mind jelen vannak. És senkinek nincs ebből problémája. Mert pontosan értjük azt, hogy több köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. Pontosan értjük azt, hogy sokkal-sokkal több minden az, amely közösséget képez ezek között az emberek között, és képesek vagyunk mindezt egyébként békében és egyetértésben kifejezni. És nyilván van a véleménykülönbségünk is, ez a nagyon fontos, hogy ez egy olyan tömeg, amely a véleménykülönbségek ellenére is képes egyébként közösséget vállalni alapvetésekben. Úgyhogy én tényleg azt ajánlanám akár Bayer Zsoltnak, akár Csizmadia Lászlónak, Huth Gergely, tessék, hogy a pesti srácok teljes szerkesztőségi vezértől, hogy gyertek ki, és nézzétek meg, milyen az, amikor büszke magyarok, nem a félelemtől vezérelve, nem pártutasításra, hanem tényleges elköteleződéssel a hazájuk iránt, és féltve azt, hogy mit fog tenni ez a bestiális hatalom egy újabb kétharmad birtokában, szóval hogy emiatt indítatva jön ki ide, és tölti meg Budapest utcáit. Lehet őket szamueli kis csapatoknak nevezni, lehet őket Soros bérenceknek nevezni, de jelzem, hogyha mindegyiknek 1000 forintot fizette Soros György, annyi pénzre, hogy neki sincs. Lehet, hogy a Mészárosnak van, azt nem tudom. De hogy a Soros Györgynek nincs, az egész biztos. Úgyhogy Felcsút nincs olyan messze, 60 km. Én azt javasolnám Mészáros Lőrincnek, hogy csapja be a kocsiajtót, felfele jövet, pakolja be Orbán Viktort is maga mellé, és jöjjenek ide és nézzenek körbe. Nézzenek körbe, hogy mennyire fantasztikus valójában ez az ország, mindazok ellenére, amit ők egyébként az elmúlt 8 éve megtettek. Magyar emberben még van tartás, és van hit azért, hogy ez egy jobb ország is lehet annál, mint amit a Fidesz teremtett. És lehet, hogy ezen a választáson, végtelen mennyiségű csaláson, dezinformáláson és egyebeken keresztül valóban a Fidesz magat mögé tudott állítani több embert, mint bármely más ellenzéki párt, ezt el kell ismerni. Én egyébként magát a választás végeredményét sem vitatom. Azt vitatom egyébként, hogy kétharmaddal van-e jogok kormányozni, úgy, hogy a szavazatok 50%-át sem szerezték meg. De nyilvánvaló, hogy egy masszív többség áll mögöttük, de látni kell azt, hogy az ország ennél több. És én nem azt állítom, hogy az ország egészen most itt van, én azt állítom, hogy ez is Magyarország, és Orbán Viktornak nem meg kellene válogatni, hogy kiknek kíván a miniszterelnöke lenni, hanem belátni a végre azt, hogy csak így lehet békében élni, ha azoknak is teret enged, és nem kívánja őket megfélemlíteni, akik egyébként tőle különböző véleményen vannak. Szóval érdemes kinézni, borzasztó a jó hangulat, és most menetelünk a Kossuth tér irányába, onnan még be fogok majd
be fogok majd jelentkezni. Azt kívánom fideszes polgártársaimnak, akik esetleg nézitek ezt az adást, hogy ne féljetek kijönni, gyertek ide nyugodtan. Semmi félnivalótok nincs. Nagy szeretettel fognak itt várni a polgártársaitok benneteket. Semmifajta atrocitástól nem kell tartanotok. Mi nem vagyunk egymásnak ellenségei, még csak ellenfelei sem. Mi ugyanannak az országnak vagyunk a lakói, mi ugyanannak az országnak vagyunk a polgárai, és arra lenne végre szükség, hogy a politikai elitünk ne hangoljon bennünket egymás ellen, hogy létrejön az olyan sokat hangoztatott nemzeti együttműködésnek legalább az a minimuma, hogy mi nem engedjük azt, hogy a vezetőink folytatólagosan kijátszanak bennünket egymás ellen. Úgyhogy fideszes polgártársak, gyertek nyugodtan, csatlakozzatok, nagy szükség lenne rátok is. Mert azt gondolom, hogy még az is, aki egyébként Orbán Viktorra szavazott, és azt gondolja, hogy Orbán Viktorra létező világok legjobbikát teremti meg ebben az országban, azt gondolom, még neki is van mit kritizálni az elmúlt 8 éves teljesítményét illetően. És az nem baj. Annak hangot lehet adni. Lehet egyszerre elismerni Orbán Viktor politikai teljesítményét, és esetlegesen kritikával illetni is az. Nem kell ettől félni. Úgyhogy fideszes polgártársak, gyertek! Nagy szeretettel várunk titeket, a Kossuth téren be tudtok még csatlakozni. Semmifajta erőszaktól nem kell tartanotok. A város is egyben fog maradni, rajtunk nem fog múlni, ez egy békés tömeg, erőszakmentes tömeg. Borzasztó a hangulat, és sokkal jobb lenne, hogyha ti is itt lennétek. És Zsolt, ha rám tudtál írni a választás éjszakáján, akkor szerintem nyugodtan most is idejöhetsz, hidd el, barátsággal foglak fogadni, és egy kézrázással vendégem vagy. Sőt, még akár ihatunk egy sört is. Ugyanígy a többieknek is áll a meghívásom, gyertek ki a Kossuth térre és találkozzunk, garantálom nektek, hogy semmi bántozásotok nem fog esni. Legyen ez az ünnepe annak, hogy függetlenül attól, hogy mi lett a választás végeredménye, ez az ország általunk közös, velünk együtt közös, és most már jó lenne, hogyha végre erre fordítanánk az energiáinkat, és nem arra, amire túl sok idő ment el az elmúlt 8, az elmúlt 30 évben, hogy kitaláljuk, hogy kinek a privilégiuma az ország birtoklása. Legyen már végre közös ez az ország, jó? Szóval gyertek és találkozunk a Kossuth téren. Mutatok még egy képet a tömegről, mert tényleg egészen elképesztő a mérete. Nekem nem tűntek vérengző sorosistáknak, de lehet, hogy jól titkolják csak. A franc tudja, de szerintem bízhattok bennük. Magyarok úgy, mint ti, akik nézitek ezt az adást. Találkozunk a Kossuth téren, sziasztok!